Ígértem nektek egy videót, ahol elmondom, hogy végülis mi lett a Geekbox-a, mert hogy hát egyszer csak így vége szakadt ennek a dolognak. Nagyon sokan követtétek, nagyon sokan vártátok a live-okat, jókat nevettünk rajta, ugye volt a 12 plusz 1-2 órás live-unk is, azt is nagyon sokan néztétek. És hát nyilván ezt mi nagyon értékeltük, nagyon szerettük, és abszolút egy nagyon-nagyon jó része volt annak, amit a YouTube-on csinálok. Hogy nagyon-nagyon szerettük Alexszal is, Marcival is, viszont ugye nem tudom, hogy ki mikor csatlakozott be, vagy hogyan csatlakozott be, de ugye ezt a csatornát, ezt a konzolok szervizével indítottuk el. És akkor jött ez az ötlet, hogy hát akkor legyen Geekbox, de akkor én mondtam, hogy de hát én Alexszal mindenképpen együtt szeretnék videózni, és Marcival is, mert hogy őket nagyon kedvelem, egyébként is szoktunk mindig együtt játszani, tehát miért ne vennénk videóra, akkor már kipróbálnánk az új dolgokat is, stb. És ez a koncepció működött is szerintünk, ment is, ugye live-ok, nagyon-nagyon sok live volt, inkább voltunk szerintem mi streamerek, mint videósok a Geekboxon belül. Csak aztán egy csomó dolog alakult az életünkben, Alexnak is, ugye csatornaváltás, ugye ezt ő már elmondta korábban, sztrájkot kapott, akkor hogy legyen, másik cég, stb. Aztán nekem is közben elindult a saját cégem, a saját vállalkozásom is, amiben rengeteg időt bele kellett, meg kell is a mai napig is fektetni, és így Marcinak is elég sok minden alakult, ő is a saját csatornájára rengeteg időt kellett, hogy szálljon. Ezért tehát úgy döntöttünk végül is, hogy ha nem is végleg, de jelen pillanatban szüneteltetjük a Geekboxon való tevékenységünket, videózásunkat, mert kevesebb időnk van, viszont ami időnk van videózásra, azt pedig a saját csatornánkon szeretnénk megvalósítani. Nyilván ezt a konzolok szervize is megértette, mondta, hogy semmi probléma, ahogy érezzük, és természetesen továbbra is ugyanúgy odaadják nekünk a játékokat, a megjelenéseket, hogyha kérjük, mindenbe segítenek. Én például No Man's Sky-t ugye a konzoloktól kaptam, ezen túl csak konzoloknak mondom, mi a konzolok szervizét. Szóval konzoloktól kaptam, mondhatnánk, hogy minden maradt ugyanúgy, de igazából mégsem, mert hogy hát a közös streamek, ugye a vasárnapi közös streamek, és aki szereti Alexot, és bírja, az kb. Megszokatta azt, hogy ugye én is benne vagyok ebben a történetben, a streamelünk, illetve aki bír engem, az szintén megszokatta, hogy Alex is ott van, vagy éppen ugye Marci, és hát ezek a közös streamek viszont így kimaradtak. Gondolkozunk, hogy ezt valamilyen szinten majd fogunk ezen változtatni, de egyelőre, hogy nálam ugye a podcast is két hetente van, ennek is oka van. Kevesebb idő szintén, amit már korábban is elmondtam, illetve hát szeretnénk azért, és szeretném én is jó minőségbe csinálni a dolgokat. Így hát ez a döntés született, hogy semmiféle, nem tudom, illuminátis összeesküvés, gyíkemberek, meg reptiliánok nincsenek a dologban benne, csak egészen egyszerűen nem volt már rá időnk, és úgy gondoltuk, hogy viszont az, hogy csak egy héten egyszer van egy stream, vagy két hetente egyszer van a csatornán egy stream, az meg úgy méltatlan. Úgyhogy szüneteltetjük, és végül is meglátjuk, hogy lesz a folytatás. Aztán a későbbiekben, ha valami változás van, nyilván jelezni fogom én is. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy aki kíváncsi volt erre, hogy végül is mi történt, az most teljesen jó magyarázatot kapott rá. További szép napot nektek, szevasztok! Marci!